A Total Car erőmérő következő autója egy Honda Civic VTI. Elég ritka típus ez, elfogyóban van az utakon, ez viszont egy különleges példány. Nem csak azért, mert jó állapotú, hanem azért, mert elég különleges felszereltségű is. Az autó nagyjából úgy 3 éve van a család tulajdonában. Mi vagyunk a negyedik tulajdonosa, 96-os évjáratú. Ebben igazából az a ritkaság, hogy egyedileg lett így ezekkel az extrákkal összepakolva, tehát például a tetőablak, klíma, illetve ez a piros belső és óraegység elméletileg ebben az évjáratban nem szerepelt, csak 97 utántól. Jelenleg 153.000 km van benne, makulátlan gyári állapotú, totálisan törésmentes, reméljük tudja a gyári adatokat. Nem pont ezt akartam kérdezni, hogy mit vársz tőle? Tudni fogja a 160 lóerőt? Szerintem igen, ha esetleg kevesebb, nagyon-nagyon kicsivel, tehát ilyen hajszálhíjával. Meg volt a Honda VTI mérése, nem hazudtolta meg magát, 155-156 lóerő tulajdonképpen, alig marad el a gyáritól, 7920-as fordulatszámon, illetve 141 Nm a gyári 150 helyett 7555-nél, tehát mind a kettő elég magason van. De ha megnézzük a görbéket, lehet látni, hogy a vezérlés egyes állásában ide 3000 környékére van hangolva. Amikor kezd elfogyni a nyomaték, akkor vált át a vezérlés, és akkor megint megjön, és egy csúcs lesz itt 7500-nál. De ha megnézzük, már lent 3000-nél is van 130 Nm, tehát egy nagyon kiegyensúlyozott motor. És ami nem látszik a görbéken, de mi hallottuk, hogy itt 7000-nél olyan ércesen elkezd szólni, lehet hallani, hogy nyeri a levegőt, nagyon-nagyon keményen szól, nagyon szép hangja volt. Azt kell, hogy mondjam, hogy tényleg az egyik legszebb hangú motor ez, amikor úgy igazán terhelve van. Szépek az eredmények, mit mond a tulajdonos? Elégedett? Igen, abszolút ezeket az értékeket vártam, nem hazudtoltam meg magát.